Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai evangéliumban Jézus elénk tárja azt, hogy hogyan gondolja az ő megszólítását, egyáltalán a mester megszólítását kifejezni, hogy hogyan akar megszólítani bennünket, hogy hogyan akar közelebb kerülni hozzánk, és hogy a bűnbocsánat által tudjuk fölismerni hogy ő valójában mindig ott van mellettünk, akkor is, amikor nem érezzük közvetlen közelségét. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő, amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt. Könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában. Ha ez proféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt, hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzáfordult. Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt. Mester, beszélj! Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen ítéltél, válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal, ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz: Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével! Ezek az Evangélium igéi. Krisztusban, szeretett testvéreim! Nagyon megható ez a mai jelenet az Evangéliumban, amelyet hallhatunk, és egyben szinte látjuk magunk előtt, ahogyan megjelenik ez a bűnös asszony, és megmossa Jézusnak a lábát. Az Evangéliumnak ez a része azonban, Sokkal mélyebben akar bennünket is érinteni, nem csak egy történeti leírás, hanem valójában a mi bűnbánatunkról, a mi Istenhez való odafordulásunkról szól, és hogy egyáltalán mennyire őszinte a mi Isten felé való megszólításunk, amikor azt mondjuk Jézusnak, hogy mester. Két különböző magatartást állít ugyanis szembe egymással Jézus. Az egyik a bűnös asszonyi párhuzam állítható azzal, akinek nagyon sokat enged el a hitelezője, aki 500 dénárral tartozik. Ez a bűnös asszony, ez úgymond szakítva azokkal a hagyományokkal, azokkal a lehetőségekkel, amelyeket mondjuk úgy asszonyként megtehetne egy zsidó férfival, oda megy, Jézus lábát könnyeivel áztatja, megcsókolja, és olajat is önt rá. Sokan erre ma azt mondanák, hogyha egy ilyet látnak, például egy püspökkel kapcsolatban, hogy mit akar itt ez a cédanő. Mit keres ott egyáltalán a püspöknek, vagy éppen a pápának, szentatyának, vagy egy papnak a lábainál? Miért csókolgatja? Miért van ott ez a bűnös asszony? Hogyan lehetne ezt elzavarni onnan? Hogyan lehetne megakadályozni, hogy ne szeresse annyira könyörünk Jézust? a farizeus is ezzel a megbotránkoztatással lép oda először Jézus elé. Zavarja őt az a szeretet, amivel nem tud mit kezdeni. Mert ez a szeretet itt alapvetően egy tiszta szeretet, amely nem akar többet, mint adni, mint oda ajándékozni saját magát, teljes egészében szinte megsemmisülni, odaadni a bűnbánatát, odaadni a fájdalmát, amit a könnyek jelentenek, Teljesen megalázkodni, amit a haj törőközőként való felajánlása jelent, és igazából mindenét, ami van, minden értékét odaadni a másiknak. Ez pedig az illatos olaj, az alabásra medényben tárolt illatos olaj odajándékozását jelenti. Vajon mi mennyire vagyunk készek arra, hogy Jézust ilyen módon szeressük? vajon mi mennyire vagyunk készek arra, hogy ilyen módon bátran kifejezzük a szeretetünket egymás irányába. Sokszor azzal találkozunk, hogy a világ, amely körülvesz bennünket, kicsit be is korlátoz abban, hogy mennyire szabad egyáltalán a másikat szeretni, hogy mikortól úgymond már nem nézik jó szemmel egyáltalán a szeretetet. Kinek ne jutnának eszébe talán olyan prűd magatartások, akik úgymond kicsikét szégyenlősen talán elfordulnak, hogyha azt látják, hogyha például egy pár a parkban megcsókolja egymást. Vagy amikor azt látják, hogy valaki teljes egészében önmagát megalázva leborul az oltár előtt, és így tesz a bűnbánatról tanúságot. És elfordul, hogy ez mi csinál, ez nem ide való, ez nem illik a templomban amikor valaki ilyen magatartásokkal lép fel, valójában hasonló ahhoz a farizeushoz, aki itt a mai evangéliumban szintén fölháborodik. És ez az evangéliumban megjelenő farizeus ráadásul komoly mulasztásokat is tesz. És Jézus ezt állítja valójában a farizeus elé. Valójában azt a magatartását, a szeretet ellen való lázadását akarja összetörni, amely alapvetően sajnos napjaink társadalmában is mérgezi a világot, hogy nem szabad igazából jól szeretni. És ezért nem is látnak példát a következő generációk a jó szeretetre. A farizeusnak ugyanis tudnia kellett volna, aki magát a törvényt ismeri, hogy ha valaki messzi útról érkezik, először meg kell mosnia a lábát és utána meg kell törölni a lábát. Így fejezik ki a hosszú, való, hosszú útról való érkezésnek azt a mozzanatát, amit ma úgy fogalmaznánk meg, hogyha valaki hosszú útról érkezik, akkor felajánljuk neki, hogyha egy vendégünk és vendégszobánk van, hogy használja a zuhanyzót, hogy egyáltalán egy kicsikét felfrissüljön, és aztán úgy lépjen oda az asztalhoz. Tehát a farizeus ezt elmulasztja. Elmulasztja, a, csók ad csókadást is. Talán kicsikét zavarban is van Jézussal kapcsolatban, azonban a csók itt valójában nem a szerelem kifejezését szimbolizálta Krisztus korában, hanem a csók valójában a békességre, a szeretetre való nyitottságot mutatja meg. A béke csók, amelyet váltanak egymással, például mondjuk akár papok is, kifejezi azt a szeretetet, amely a másik irányába megfogalmazódik, amivel ajándékozni akarom saját bensőmből a másikat. És ezzel a békével fogadja egy vendéglátó a hosszú útról érkezőt. Aztán a fej megmosása akkoriban nem samponnal és vízzel, illetve zuhanyzóban történt, hanem illatos olajjal az embernek a haját illatos olajjal mosták meg, hiszen akkor nem szállt annyira szét a haja, nem ment bele a por, nem ment bele a homok. Ezt is elmulasztotta a farizeus. Viszont ez a bűnös asszony nem. Bűnei bocsánatot nyertek, mert igazán szeretett. Éppen ezért kérdezzük meg saját magunktól, hogy ha mi másoknak a szeretetét látjuk, akkor bennünk vajon irítség, vagy éppen keserűség fogalmazódik meg, mint ahogyan ebben a farizeusban, vagy készek vagyunk mi is, hogy a szeretetben kövessük Krisztus példáját. Kérjük Krisztustól, hogy mi, amikor a saját bűneinket bevalljuk Krisztus előtt, legyen őszinte és mély szeretet a szívünkben. Kövessük a bűnös asszony példáját, aki könnyeivel mossa Jézus lábát, a hajával törli és illatos olajjal mossa, hogy valóban illatos olaj legyen a mi bűnbánatunk Isten színe előtt, amely a mennyek örök országát már itt a földön úgymond előre jelzi számunkra. Amen.